A Nagykunsági Környezetvédelmi Területfejlesztési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP kötőjel 1.1.1 kötőjel 15 kötőjel JN1 kötőjel 2016 kötőjel 0010 azonosító számú Iparterület Infrastrukturális Fejlesztése című pályázat keretében 120 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásban részesült. A fejlesztés eredményeként meglévő csarnok felújítására került sor. A nagykunsági környezetvédelmi területfejlesztési és szolgáltató korlátolt felelősségű társaság sikeres pályázatot nyújtott be a terület és településfejlesztési operatív program top kötőjel 1.1.1 kötőjel 15 felhívás ipari parkok iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázati felhívásra, amelynek eredményeként a 120 millió forint térítendő Európai Uniós forrás jelentős mértékben hozzájárult a meglévő csarnok felújításához. A fejlesztés eredményeként az iparterületen lévő csarnok felújítására került sor, a hozzá kapcsolódó szociális blokk, illetve irodák kialakításával. Ezen kívül beszerzésre került egy új tehergépjármű mosóberendezés. A fejlesztés lehetővé tette új vállalkozások betelepülését. A fejlesztések eredményeként cél a versenyképes és növekedésre képes vállalkozások fejlesztése és új piacokra, illetve egymás piacaira történő bevezetése a karcagi kistérségben, valamint egy, jelenleg a térségben hiányzó tevékenység bevezetése. A projekt 2017. szeptember 6-án indult, és a terveknek megfelelően 2021. december 31-ig megvalósult. A Széchenyi 2020 programnak köszönhetően a csarnok felújításával a környezetvédelmi területfejlesztési és szolgáltató korlátolt felelősségű társaság megújult környezetben látja el feladatait.